Decemberben nagyon sok szervezet hirdet jótékonysági akciókat, szervez gyűjtéseket azért, hogy segítsen a rászorulókon. Ebbe a sorba állt be a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft., ami az extraligás női röplabda és az NB1-ben szereplő férfi kosárlabda csapatot versenyezteti. A két szurkolók körében népszerű együttes a hónap elején arra kérte a drukkereket, hogy adományaikkal tegyék szebbé fogyatékkal érő gyerekek karácsonyát. A kérés meghallgatásra talált, így az elmúlt napokban játékok, könyvek és ruhaneműk érkeztek a Continental Arénába. A hozzánk eljutatott játékok és adományok alapján pozitív volt ez a hozzáállás, és nagyon köszönjük a szurkolóknak, támogatóknak, akik segítettek és eljuttatták ezeket a játékokat. Bízom benne, hogy a Mentor Alapítvány által gondozott gyerekek örülni fognak, és fogják tudni használni ezeket a játékokat a továbbiakban is. Ha bármilyen módon tudunk segíteni, akkor ezt szeretnénk megtenni. Elsődlegesen azért örülnénk annak, hogyha a pályán tudnánk olyan teljesítményt nyújtani, amivel örömöt szolgálhatunk, vagy szép játékkal megfelelő elégedettséget nyújthatunk majd a szurkolóinknak, de remélem, hogy fogunk csatlakozni, fogunk tudni még csatlakozni, vagy fogunk tudni indítani ehhez hasonló kezdeményezéseket. A nyíregyházi csapatnak még lesz egy mérkőzése ebben az évben. Pénteken a veretlenül listavezető Veszprém otthonában lépnek pályára Czura Attiláék, akik arra készülnek, hogy megszakítsák a hazaiak győzelmi sorozatát. A hangulat az nagyon jó a csapatnál. Azzal sosincs probléma igazából a hangulattal. Annyi, hogy van némi nehézségünk. Sok a beteg a csapatnál. Szinte az összes fiatal beteg, Mokánszki, Fazekas Csaba és Sitku Márton is betegeskedik. Páran közülünk idősebbek közül is, de ez nem lehet kifogás. Úgy fogunk oda menni, hogy mindenféleképpen nyerni szeretnénk és szépen lezárni ezt a 2018-as szezont. A 13. fordulóból egy meccset már lejátszottak, azon az MTK-t Örök Bálint 85-79-re vert a Békést. A forduló további párosítása a következő: MAFS PVSK, Bonyhád BKG Prímese, Oroszlány Vasas Akadémia, Budapesti Honvéd Budafok és Nagykőrös MAFS Miskolc.